Szabóné Tomolik Teréz vagyok, Paks az én városom. Az utcánk neve a Zsíros Köz. Ezt az utcanevet már nagyon régen meg akarták változtatni, de igaz, hogy csak pár ház volt mindig a Zsíros Közben, ami legtöbb ház az 12, és ez a 12 lakó, ez mindig ellenezte azt, hogy megváltoztassák az utcánknak a nevét, mert hát Pakson a Zsíros Köz az egy ismert emberről lett elnevezve, és ezért nem igazán, most sokan asszociálnak a zsíros kenyérre, de az se érdekes, mert mi gyerekkorunkban nagyon sok zsíros kenyeret ettünk, és egy Zsíros Lajos nevű emberről lett elnevezve az utcánk. Az a szerencsés helyzetem van itt Pakson, hogy ugyanabban az utcában születtem, ahol most is élek. De nem csak én, a szüleim is itt élnek azóta is, az öcsémék is, és a húgomék is. Ráadásul egymás melletti házba lakunk, mindahányan, és a gyerekkorunk az egy annyira jó környéken tellett. Mellettünk volt a focipálya, amit ugyan beépítettek, mert később a gimnázium épült rá. Aztán az utcánknak a felére ráépült az ESZI, a főiskola, aztán a tornacsarnok, de azok, akik megmaradtunk, utcai lakosok, azok egy-két kivétellel még mindig a családunk tagjai. Ide járnak haza a gyerekeink, ide járnak haza az unokáink, és a szüleimnek a dédunokák. Én az óvodát is Pakson jártam, az összes óvodástársammal együtt mentem általános iskolába, és az általános iskolából pedig 15-en együtt mentünk a Paksi Gimnázium szőlészborász szakára. Az általános iskolai osztálytársaimmal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, aztán jött a gimnázium. A gimnáziumban egy nagyon jó osztályunk kovácsolódott össze. Jelenleg minden évben tartunk talán, nem csak az 5 éves találkozóinkat tartjuk, hanem évente. Egyik fiúosztálytársunk ezelőtt 7 évvel kitalálta, hogy most már elég öregek vagyunk ahhoz, hogy évente csináljunk találkozókat. Hát ezeknek a találkozóknak a megszervezése is az én feladatom. Nagyon régen elmentem már nyugdíjba. Én rokkan nyugdíjas lettem 48 éves koromban. És utána, amikor fölépültem a betegségemből, akkor a polgármesteri hivatal dolgozóinak több éven keresztül szerveztem az üdültetését, szerveztem a hivatali kirándulásokat, és mikor azokat befejeztem, akkor kitaláltuk a kertbarátos barátnőinkkel, hogy jó lenne körbe biciklizni a Balatont. És ebből a Balaton körbe biciklizéséből kialakult egy baráti társaság, ami a végére már 38 főből állt, de nem csak a Balatont, körbe bicikliztük a Fertőtavat, a Tiszatavat, a Balatont 3-szor, aztán mikor már Magyarországon elfogytak a tavak, akkor Ausztriába a Wörthi tavat kerékpároztuk körbe. Azt, mikor a közeli külföldi tavak is elfogytak, akkor kitaláltuk, hogy a Dunát végig biciklizzük Passautól Budapestig. 3-szor végig bicikliztük Passautól először Bécsig, következő évben a határig, és utána pedig Budapestig a Dunát. Ezek akkora élmények voltak nem csak nekem, a családomnak is, mert ugye jöttek ők is, a csapatnak is, amit még Paksér, úgy gondolom, hogy Paksér teszek, illetve nem csak én, hanem Molnár Imréné Ancika is, az a szívem csücske. Egyik szívem csücske, mert nagyon szeretek ebben a munkában is részt venni. Molnárné Ancikával megalapítottuk annak idején, igaz, ő 12 évet csinálja, de olyan 8 évvel ezelőtt megalapítottuk az Együtt, Egymásért alapítványt, ahol hát most már azért
kevesebbet tevékenykedek, de az első időkben, amikor a magyarországi árvizek voltak, rengeteget tettünk. Nagyon nagy segítséget kaptunk a Paksi Atomerőművállalattól, a Paksi Tűzoltóktól, aztán a Paksi Vállalkozóktól. Ugye vittük a bútorokat, vittük az összegyűjtött tartós élelmiszereket, és ugye ezt a mai napig csinálja Ancika. Nagyon örülök, hogy vannak neki önkéntes segítői, akik hát majdnem napi szinten dolgoznak vele. Én akkor segítek, amikor hát szükség van rám. Tehát ha nekem szól, hogy most az én munkámra szükség van, akkor én megyek. Akkor, amikor mi utazunk, és sokat utazunk, és amikor jövök hazafele, és meglátom Paks tábláját, akkor hát hazaértem. Akkor úgy érzem, hogy lakhatnék én máshol is, vannak nagyon szép más városok is. El is határoztuk már egyszer-kétszer a férjemmel, hogy elmegyünk innet. Volt nekünk egy másik házunk a Balatonparton, gyönyörű helyen, és terveztük is, hogy oda megyünk lakni, aztán választottunk. És Balatonalmádi helyett Paksot választottuk.